és üdvözlök mindenkit. Jó látni, hogy eljönnek emberek egy ilyen témára is, mert hát ugye egy Covid utáni időszakban vagyunk, és az ember, amikor szerintem ti is körülnéztek, hogy hány ismerősötök, rokonok, barátodok van, aki hasonlóan gondolkozik, és mondjuk érdeklődik a kriptó iránt, hát szerintem egy kezet elég hozzá használni, többet nagyon nem kell. Szóval tényleg egy kicsit úgy érezzük magunkat, aki nyitottabb ebbe az irányba, hogy kicsit egyedül is vagyunk. De azért örülök, hogy eljöttetek, mert az előadásnak is azért azt a címet adtam, hogy miért fontos ezt az egész dolgot igazából megérteni, mint a kriptovalutákat, mint valamilyen értelemben azért a blokklánc működését, hiszen a kettő szervesen kapcsolódik egymáshoz, mert nem csak arról van szó itt az én részemről, úgy gondolom, hogy ez csak egy hype, ez egy őrület, ez most trendy, jó, persze ezek mind igazak rá természetesen, de egy olyan helyzetben van jelen pillanatban a világ és a pénzügyi rendszerünk, a gazdaságunk, ugye sok mindennek köszönhetően egészen visszamehetünk a 2008-as válság, de előtte is már voltak problémák, aztán nem jött szerencsésen a pandémia, megtetőzte egy háborús helyzet, tehát igazából nem mondhatnám, hogy jelenleg a gazdasági helyzet az túl szerencsés lenne. És az én olvasatomban a kriptovaluta élen a bitcoinnal, az nem csak igazából egy választás, hogy na jó, akkor legyen valami, hanem számos országban, főleg a fejlődő országokban látom, hogy igazából egy olyan mankó, ami lehet, hogy számos országban, számos embernek, aki bármilyen helyzetben is van, egy idő után elengedhetetlen lesz, hogy tudja egyáltalán lépést tartani. És onnan szeretnék indulni a mai napon, hogy igazából mi is a probléma ezzel a mostani pénzügyi rendszerrel. Itt vagyok a Budapesti Gazdasági Egyetemen, ez egy tök jó dolog, mert azért őszinte leszek, ritka olyan publikum előtt beszélni, aki bizonyos értelemben az a pénzügyekben tisztában van, nagyon sokan ugye nagyon hátulról jönnek, onnan kell őket felzárkóztatni, na most ti azért nem az a közönség vagytok szerencsére. Több sebből is vérzik szerintem egyébként a mostani rendszerünk, de én két témát kötnék igazából bizonyos értelemben össze, mert azért valamilyen szinten ezek összefüggnek. Az egyik a centralizáltság, a másik pedig az inflációnak a problémája, ugye ami elég szépen növekszik az utóbbi időben. Nem fogok történelmi nagy visszatekintést, de egy picit menjünk vissza, hogy honnan is ered lényegében ez a probléma, legalábbis, hogyha nagyjából egy 100 évet mennénk vissza. Mondjuk a második világháborúig, amikor is tudjuk, hogy az Egyesült Államok ugye azért egész jó helyzetben volt, megint jól jött ki a buliból, hogyha úgy tetszik, és igazából a világ arany készletének a 80%-át úgy birtokolta is, magánál tudta, és ez egy tök jó dolog volt akkor nekik. Aztán jött az 1944-es Bretton Woods, amikor is az arany és a dollár úgymond pariban lett összekötve, és azt mondták, hogy 35 dollárnak felel meg ugye egy uncia arany. És ez azért adott a dollárnak egy erősséget, egy önbizalmat, és tényleg mindenképpen azt is mutatta, hogy a világon komolyan is vették, mint tartalékvalutát a dollárt. Igen ám, de aztán jött a vietnámi háború és számos más olyan dolog, ami gyengítette a dollárnak az erősségét, és innentől kezdve számos ország, ami azt mondta, hogy jó, hogy nekem dollárom van, úgy volt, hogy tudod mit? Inkább arany. És akkor jöjjön ki az arany inkább hozzám, itt van a dollárod, tessék. Na most nyilván erre valamit lépni kellett, és ezért volt az, hogy 1971-ben az akkori elnök, Nixon elnök azt mondta, hogy becsukja ezt az aranyablakot, és itt történt meg az az ominózus pillanat, hogy az arany le lett választva a dollárról. Innentől kezdve nincsen arany fedezet a dollár mögött, mert nagyon sok ember azt hiszi, hogy hát azért a valutáink mögött azért valami van, hát akkor olaj, akkor dollár, de hát azért valami értéket csak ad neki. De sajnos mindenkit ki kell ábrándítani, ugye, hogy 71 óta konkrétan nincsen ilyen, ergo szabadon lehet bizonyos értelemben akkor ezt a pénzt nyomtatni. És erre szeretnék egy picit egyébként rávilágítani, ugyanis ha ezt a gyönyörű ábrát megnézitek, nem tudom, hogy ki ismeri, ez a US Debt Clock, tehát a USA-nak az adósság órája, rengeteg információval, de én most fölhívnám a bal felső sarokra a figyelmet, ami egy kövér 30-assal kezdődik. Tehát, hogy jelen pillanatban ott állunk, hogy 30 billió dollár fölött van az Egyesült Államoknak az adóssága. És egy kicsit átmegyünk, középen van zölden, egy 23
van induló, szintén billióban, az pedig a GDP, az éves. Tehát azt már lehet látni, hogy ők olyan fantasztikus helyzetben vannak, és hát nyilván vannak náluk rosszabb helyzetben lévő országok, ahol egyébként az éves GDP közel nem fedezi a jelenlegi államadósságukat. És akkor itt jönünk a képbe, hogy hogyan is keletkezik igazából a pénz, mert a helyzet az, hogy mindannyian dolgozunk a pénzért. Úgy van kitalálva az oktatási rendszerünk, hogy ahogy szépen elindultunk az általános iskolában, utána a gimnázium, egyetem, hogy tanuljunk, dolgozzunk, és ugye a szülőktől, nagyszülőktől, barátoktól mindezt halljuk, hogy utána majd lesz munkánk, abból pénzt fogunk keresni, és abból kell majd valahogy megélni. Nyilván még az általános iskolában ez nem annyira töprengs, egyébként szerintem nagyon sokan még az egyetem ideje alatt sem, viszont nincsen elmagyarázva, hogy igazából, amire te az időt legnagyobb részét a napból szánod, tehát mondjuk egy átlagot mondok 8-10 órát, ki mennyit dolgozik, igazából miért dolgozol, és amit érte kapsz, annak milyen értéke van. Mert ami történik, hogy benne vagyunk egy mindennapi mókuskerékben, és nem is gondolkozunk ezen. Reggel elmegyünk dolgozni, megkapjuk a hónap végén a fizetést, ugye aki alkalmazotti szférában van, és onnantól kezdve abból próbálsz megélni. Nem véletlenül van kitalálva úgymond a minimálbér, vagy éppen az átlagfizetés, hogyha ilyen szép számokhoz akarunk ragaszkodni, ugyanis ebből kell úgy kijönni, és ez ugyan kitalálva, hogy tényleg ebből valahogy megélsz a hónap végére, és hogyha ez sikerül, és mondjuk még többet össze tudtál gyűjteni, akkor utána persze természetesen lehet az, hogy egy nyaralás beleférhet, vagy x évente leváltatod az autódat, de nem nagyon tudsz nagyot nyújtózkodni. Szóval nagyon keményen az átlagember megdolgozik a pénzéért. Na de, hogyan is kerül pénz a rendszerbe, mert ami neked ilyen nehéz összegyűjteni, azt a túloldalon viszont baromi könnyű előállítani. És akkor írjunk is egy példával, remélem egy Pistit se sértek meg, egy nevet választottam gyorsan, szóval a lényeg az, hogy tételezzük fel, hogy Pisti besétál a bankba. A bankba ő elhelyezi, mert úgy gondolja, hogy most nem akarja elkölteni azt a bizonyos $1000, amivel ő rendelkezik. Bekerül a bankba, ő elmegy onnan, a bank megköszöni, köszönöm szépen, hogy itt hagytad a pénzt, nagyon jó. Na most, már nem ennyi, de régen volt egy kötelező tartalékráta, ami 10%-ban határoztak meg. Ez nem jelent más, mint hogy a banknak kötelezően mennyi pénzt kell bentartani abból, amit ugye az ügyfelek elhelyeznek arra, hogy jó helyen van az itt. Na most ez 10% erre van kötelező. Miért? Azért, mert hogyha mondjuk egy másik ember, Józsi megérkezik, és azt mondja, hogy én mégis csak kiveszek valamit, akkor valamiből azért mégis oda kéne neki adni. Na de hát azért biznisz ez a bank, úgy kéne ezt az egészet megoldani, hogy nekik nagyon jó legyen. És mivel 10% a kötelező, hát innentől kezdve 90% kiadható hitelformájában. Innentől kezdve megérkezik a következő delikvens, aki azt mondja, hogy hát én igazán akkor kinéztem magamnak ez az új plazma tévét, ez tényleg nagyon fantasztikus, ezt meg kéne venni, pénzem nincs rá, de hát hitelhez folyamodok, hiszen láttam ezt a televízióban, hogy ezt így kell csinálni, és fölvesz magához 900, most csak ezzel a példával élek, $900, hogy ebből megvásárolja álma, nem tudom én, LCD TV-jét, ami 8K-s és nagyon szükséges, mert egyébként sem lehet 8K-ban nézni tévéműsor, de mindegy, az kell. Tehát az emberek szeretik a legfontosabb dolgokat, mint a telefont, a tévét és bármi ilyesmit rendszeresen lecserélni, ami egyébként nyilván pénzkidobás. A lényeg az, hogy viszont ha kiadják ezt a $900, akkor ott van az az ember, aki elindult a MediaMarktba, hogy megveszem ezt a tévét, $900 zsebében. Viszont már tudjuk, hogy Pisti $1000 betett a rendszerbe, tehát ott van az $1000, de $900 is van. Ergo, abból az $1000-ból már $1900 van a rendszerben. Ez nem volt egy izzadságos munka, hogy ezt létrehozzuk. Megveszi valakitől ezt a televíziót, nem kell tétlen, lehet, hogy magánembertől, aki azt mondja, hogy most itt van ez a pénz, de mit csináljak vele? Hát beteszem a bankba, aztán majd kitalálom, hogy mi lesz. Elindul a bank felé, elhelyezi a bankba, a most már $900, a bankos nagyon megörül neki, megköszönjük nagyon szépen, hogy megint rájuk gondolt, lehet, hogy teljesen másik bankról beszélünk, de hát tudván, hogy a 10%-ba kell kapaszkodni kötelező módon, 90%-ot megint ki tudok ám helyezni, gondolja a bank, és erre biztos, hogy lesz egy jelentkező, hiszen Pisti, vagy bárki most már nevek szerint kifelé menett a média már észrevette, hogy a mikro is akció, a mikro sütő, és azt mondja, hogy hát
Hát jó, van akkor, ez mennyiben jön ki mondjuk egy hónapra? Hát ez 5000 forint lett. 5000 forint, és van egy új mikrom, nagyon jó. Megy kifelé, de neki megy egy hűtőnek, amit meglátja, hogy ó, hát ezt meg tudom venni, úgyhogy csak havonta 8000 forint, 8000 forint egy hűtőért, és még ráadásul hidegen tartja a kajámat, ez miha nem ajándék. Na így egyébként szépen összegyűjti a hitelét. De a lényeg az, hogy akkor így ismételten ugye a bank kihelyez valakinek a bizonyos 900-nak a 90%-át, 810 dollárt. És igazából mi mindig ott tartunk, hogy Pisti volt az a becsületes ember, aki letette az 1000 dollárját, de ebből már ott állunk, hogy 2710 dollár van a rendszerben. Tehát míg te keményen dolgozol a pénzért, addig a bankok így gyarapítják a pénzt, tehát a hitel kiadásából történik. És azt hinnéd, hogy ez most megfeküdte a gyomrodat, akkor a Fed kicsit agyalt, gondolkozott, és hogy kéne ezt egy kicsit fölturbózni? Hát úgy! Itt van a pandémia, megvan, nagyszerű ötlet, 2020 márciusában megszülték az anonimus gondolatot, 10% tartalék ráta, nulla, érted? Nulla, hát csináljuk már úgy rendesen, hogy amit beteszünk, azt ki, és kiadjuk, és milyen jó, hát valami tényleg történjen. Szóval innentől kezdve a pénzt korlátlanul tudják a rendszerbe önteni. És gondolnád, hogy kitalálták ezt az egy zseniális csatornát, hogy a hitelből, és tényleg szuper, és akkor tényleg így jön nekik a pénz. Itt van egyébként, hogy hivatalos legyen, tehát ezt ki screenshotoltam a Fednek a honlapjáról, ott van a dátummal, mindennel. Ez a bizonyos Board Reduced Reserve Requirement Ratio to 0%. Tehát emellett még van a nyomtatógépük is. Hát figyelj, megvették a legújabb HP-t, ezzel olyan pénzeket nyomtatnak, hogy megőrülsz. Szóval ott állnak ők, hogy figyelj, a bank az nagyon dolgozik, megy a pénz, jó, az szuper. De hát itt a gazdaságot föl kéne egy kicsit pörgetni, hát ez a pandémia, ez kapaszkodjunk bele, mert egyébként is már baromi rosszul álltunk, de hát hála Istennek itt a Covid valahogy megoldottuk. És akkor gondolja azt, hogy jó, nyomtatjuk. Na most azért nyomtatják, hogy élénkítsük a gazdaságot, mert ugye a pandémiának köszönhetően mi volt? Hát lockdown, tehát akkor dolgozz otthonról, hogyha tudsz, de nem minden cégnél lehetett ezt megoldani, tehát hogy azért mégis pörögjön a gazdaság, tudjunk valamit eladni, legyen eladás, vétel, menjen az embereknek is segítség, menjen a cégeknek is segítség, és akkor innentől kezdve ott tartunk, hogy ezt a pénzt honnan veszik el? Sehonnan, mert szerencsére be tudták fűzni a nyomtatóba a papírt, és onnantól kezdve nyomtatni tudják. Tehát először is a hitelrendszerből pakoljuk tele a világ pénzét ugye bele a rendszerbe, ugyanakkor a Fednek is itt van ez a remek módszere. Tehát nagyon fontos megértenünk, hogy azért mi ezért a pénzért dolgozunk, amik nekik egy csettintés, ennyi az igazából létrehozni, csak egy kifogást kell rá találni. És akkor a kérdés az, hogy ugye ez az egész egy centralizált rendszer, tehát egy központosított rendszer van, tehát itt ugye mi jó barátok vagyunk, felállás van, ismerjük egymást, nekünk mi a jó, aztán a nép majd csak valahogy alkalmazkodik, és ugye mi a probléma ezzel az egésszel? Most függetlenül attól, tényleg függetlenül, hogy ki van most hatalmon és melyik országban, mindig aki a hatalmat a kezében tartja, természetesen ő hozza a döntéseket. És olyan döntéseket hoz, ami az ő számára nagyon jó, teljesen másodlagosan, hogy egyébként a népnek az milyen. És pontosan ezért ez folyamatosan változik, tehát egyetlen egy nagy birodalom, egyetlen egy rendszer sem marad fent örökké. Nem is fog. De aki ott van, és kapaszkodik ebbe a rendszerbe, és irányítja, az tud ezekkel a játékeszközökkel játszani. A másik probléma megint csak az emberi tényező, hiszen ők irányítják ezt az egészet. Maga a korrupció, az a befolyásolhatóság, tehát hogy is csináljuk ugyan, és egy kicsit alátámasztják, hogy ez szerintük egy jó ötlet, és akkor megszületik a döntés, a lojalitás hiánya, mert nagyon gerincesek vagyunk, és nem, inkább jövök akkor hozzá, ja, nem, ennyit adsz, akkor menjünk inkább oda. Valamint ugye nyilván akkor a saját érdekek is. Szóval van egy tök jó rendszerünk, tényleg, ahol úgy születik a pénz, nyilván nekünk semmi közünk ilyen szempontból hozzá, ráadásul ezt mindig azok csinálják, akik ugye ebben benne vannak. Szóval, nagyon fontos tudnunk, hogy azért ez az a rendszer, amit mi támogatunk, amit mi elfogadunk, és amiben hiszünk, mert azt mondjuk, hogy ebben kapaszkodunk. És volt valaki, aki még annó felvetette, hogy itt van ez a bitcoin, és rögtön érték a támadások a bitcoint, piramis játék. Vigyázzatok, mert ugye csalók át akarnak verni. Számos olyan
megközelítés jött rögtön, nyilván okkal, látván ennek a veszélyét. Hozzáteszem, azért először ezt senki nem gondolta túl veszélyesnek. Tehát ott volt néhány kocka, akik 2009-ben, amikor elindult a rendszer, nagyon jónak találták, hogy bizonyos szoftvereket mondjuk akkor bitcoinnel adok el, aztán utána indult a Silk Road, ugye az egy droghálózat volt lényegében, ott is bitcoinnal lehetett fizetni, mert ott volt az a tévhit, hogy a bitcoin az anonim. De hát nem anonim a bitcoin, mert onnantól kezdve, hogy kikeselted a pénzed valahol, ott már össze vagy kötve, hogy honnan jött az a melyik bitcoin címről. És hát a blokklánc technológiáról még nem beszéltem, de egyik fontos tulajdonsága, hogy ami egyszer felkerül a blokkláncra, az örökre ott marad, és az nem lehet megmódosítani. Innentől kezdve, tehát úgy néz ki a dolog, hogyha meleg tudnak valakibe kapaszkodni, hogy jó, ez volt a te bitcoin címed, évekre visszamenőleg az első utalásáig ott van mindenki számára elérhető, ugyanis a blokklánc teljesen transzparens, nem úgy, mint a bankoknál, hogy ott van a titok, nem. Fölmész a blokkeresőbe, megvan egy cím, és te is vissza tudod követni az első blokkig, amikor beépett a rendszerbe. Tehát ez teljesen átlátható mindenki számára. Valakinek ez jó, valakinek ez nyilván nem. De akkor beszéljünk egy kicsit a bitcoinről, és ezt mondom, hogy ki szeretném hangsúlyozni, hogy nekem semmi érdekem nem fűződik a bitcoinhoz. A bitcoin nem úgy működik, hogy most itt vagyok, nem tudom, én MLM rendszerben, és akkor szálljatok be alám, és nem tudom. Nem, nincsen ilyen. Amiért én ezt az egészet elkezdtem, az az előbbi dolgok miatt, amiket én felfedeztem, és nem csak én természetesen, hanem én is másoktól tanulok, arra jöttem rá, hogy kéne valami alternatíva, de mi a fenébe kapaszkodjak. És akkor egyszer csak szembe jött a Bitcoin White Paper nekem 2017-ben, de hozzáteszem, nem vagyok IT-s, tehát hogy nem azt a részét értettem meg, viszont nagyon érdekelt ez a decentralizált rendszer, amit mindjárt el is fogok egyébként magyarázni, hogy hogyan kerül Bitcoin a rendszerbe, és ez egészen hogyan működik. De az alap az, hogy ha megnézed, hogy mi az a kriptovaluta, akkor igazából ez egy digitális valuta, és többek között ugye fizetőeszközként, csereeszközként szolgál, többnyire decentralizált, és a bitcoin is egy ilyen, az én lovasa, az is egy decentralizált, digitális valuta. Na jó, de hogyan is működik a bitcoin? Tehát decentralizált, mit értünk ez alatt? Szét van osztva a rendszere, szét van szórva a világban. Ezt úgy kell elképzelnetek, hogy több mint 10 000 nód, angol néven, magyar névű csomópontoknak hívjuk őket, azok működtetik ezt a rendszert. Ezek lokálisan szét vannak szórva a világba, tehát különböző országban itt-ott. Ők nem ismerik egymást, ez nagyon fontos, tehát hogy ezt nem lehet, hogy ismerek téged, és akkor háromra megnyomjuk az Entert. És emellett ugye az is nagyon fontos, hogy egy 51%-os jóváhagyás kell a részükről, hogy igen, ez az adott tranzakció az adott blokkban hiteles. Tehát, most ha ezzel a számmal számolok, hogy 10 000, akkor legalább 5100 nódnak a világ különböző részére, akik nem ismerik egymást, egyet kell érteni abban, hogy igen, az a bizonyos tranzakció akkor helyes. Na most, ezt nem lehet úgy, hogy összefogtunk egy páron. Még az elején, amikor az egész indult, akkor természetesen ez még könnyebben meghekkelhető lett volna, mert nagyon kevés csomópont volt a rendszerben. De azzal szemben, ami egy szoftvernél van mondjuk, hogy minél többen használják, annál nagyobb az esély arra, hogy akkor most ezt meg tudjuk hekkelni. A bitcoin esetében minél többen használják, minél többen üzemeltetik, annál kisebb az esély arra, hogy az 51%-os támadás meg tudjon történni. És elérkeztünk már ahhoz, hogy több mint 10 000 nód világszerte szétosztva 51%-ot elérni, hát igazából jelen pillanatban szinte lehetetlennek tűnik. Gondoljatok bele, 13 éve működik, 2009 óta, míg az elején volt egy kis gigszer ott az első években, hogy nagyon hamar megoldottak, de azóta is hibátlanul működik egy olyan rendszer, ami a világ legnagyobb jackpotja, hiszen ha belegondoltok, közel 800 milliárd a bitcoin piaci kapitalizációja dollárban természetesen, és ezt valaki egyszer feltörni, hát gondoljátok, hogy naponta éri támadás a legprofibb eszközökkel, és 13 éve senkinek nem sikerült, és még közel se kerültek hozzá. Sőt, úgy mondom, hogy a rendszer maga, ami működik, nem volt benne leállás. Tehát nincs olyan, hogy hú, a hálózat leállt, és akkor most van egy ilyen fél órás szünet. Nem, nem volt, egyszerűen így működik folyamatosan. Ugye ezt a bitcoin annó még Satoshi Nakamoto, akiről tényleg nem tudjuk, hogy ki. Lehet egy személy, lehet több személy, lehet egy csoport, lehet férfi, lehet nő, minden esetre ezzel a névvel párosítjuk a bitcoin atyát, és egyébként el is tűnt a rendszerből, egyszer ott elköszönt még az elején,
hogy akkor innentől áttért egyéb dolgokra. Az, hogy miért, itt most mennek a mennemondák, hogy itt az FBI-ben kezdett egy kicsit nyomozni, és talán meg lehetett volna találni. De ez így jó nekünk, mert igazából a lényeg az, hogy így a rendszer, a protokoll, amit megcsináltak, működik, és úgy működik, hogy nem lehet egyik perc a másikra megváltoztatni, mert nem két ember fogja eldönteni, vagy három. A bitcoin bányászoknak van nagyon nagy szerepe, és ugye mindenki elképzelni, hogy a bánya, én is amikor meghallottam bányász, hát mondom, te jó ég, ez milyen pénz, digitális pénz, akkor itt szenesen jönnek a bányából, csákányan, nem. Szóval mégis a bitcoin bányászok azok szuper számítógépek. Tényleg erre vannak most már elkészítve, annó az ősidőkben, az elején, 2009-2010-ben fogtad a laptopodat, fölütötted, én csak hallottam, mert nem csináltam, de a lényeg az, hogy lehetett akkor bitcoint előteremteni így, úgy, hogy ugye a tranzakciókat jóvá hagyják, de azt mindjárt elmondom, hogy működik. Viszont most már erre nincsen igazából lehetőség, most már úgy néz ki a helyzet, hogy tényleg szupergépek kellenek hozzá. Na de akkor nézzük is meg, hogy hogyan is működik a bitcoin bányászoknak a szerepe. Szóval a protokollba be van építve egy bizonyos halving. A halving ez egy felezést jelent lényegében, ami annyit tesz, hogy nagyjából minden, hát pontosabban nem nagyjából, az pontos, hogy minden 210 ezredik blokk után, de nagyjából ez 4 évente történik meg, történik egy blokkjutalom felezés. Ugyanis nagyon fontos, míg a Fednél és itt a hitelezésnél ugye korlátlanul teszik a pénzt bele a rendszerbe, azzal szemben a bitcoinnál viszont csak ugye úgy kerülhet a rendszerbe bitcoin, hogyha a bányászok ezt megkapják jutalomként, amit ugye az a munkájuk, hogy egy bizonyos blokkot létrehozzanak abban lévő tranzakciókkal, amit a nódok hagynak egyébként utána jóvá. És úgy indultunk, hogy 50 bitcoin volt a blokkjutalom az első halvingig, az 2012-ben volt, ott feleztük azt 25-re, 2016-ig eljutottunk, azt feleztük 12,5-re, és 2020 májusában volt eddig az utolsó halving, azóta 6,25 bitcoint kapnak a bitcoin bányászok egy bizonyos blokkért, meg azokat a tranzakciós díjakat, amik benne vannak egyébként a blokkban. Tehát te valakinek bitcoint akarsz küldeni, akkor az azért fizetsz tranzakciós díjat, és ezt is a bányász kapja. Viszont nagyon fontos, hogy másképp nem kerülhet bitcoin a rendszerbe. A bitcoin maximalizálva van 21 millió darabban, és nagyon fontos, hogy jelenleg 13 év alatt már 19 millió bitcoin kint van. Ez azt jelenti, hogy már csak 2 millió bitcoin jön, viszont az év, amikor ez meg fog születni, az 2140 lesz. Ez azt jelenti, hogy mi már valószínűleg azt nem fogjuk akkor látni, mert úgy be van lassítva egyébként ez a rendszer, hogy a felezések, tehát a következő halvingnál, ami 2024 tavaszán lesz valamikor, akkor bizony utána már csak 3,125 bitcoin fog jönni. 2032 után már kevesebb, mint 1 bitcoin. Viszont amíg fontos, hogy ezt el tud osztani, hogy időben az hogy érkezik, 10 percenként születik meg egy blokk. Ez azt jelenti, hogy a bányászoknak, és most nem fogok mélyen belemenni, de az a feladatuk, hogy ugye bonyolult matematikai és kriptográfiai műveletek segítségével az adott blokknak a hash-ét megtalálják. A hash-re úgy gondoljatok, mint az adott blokknak a digitális új lenyomatára. Tehát az, vegyük úgy, az azonosítója. Ezt viszont baromi nehéz megtalálni, ezért kell a szuperszámítógép, mert nagy a verseny. És a bitcoin nehézségi fok úgy van mindig beállítva, minden 2016. blokk után váltja a nehézséget attól függően, hogy sokan vagy kevesen akarják bányászni, hogy az átlagban 10 percenként történjen meg. Tehát jelenleg 10 percenként kerül 6,25 bitcoin a rendszerbe, és ha nap 24 órával számoljuk, akkor ez átlagban naponta 900 bitcoin. Viszont megtörténik a következő halving, onnantól már csak 450, és így felezzük 4 évente nagyjából lefelé, és így fog kijönni az, hogy évekig fogjuk majd az utolsó bitcoint bányászni egészen 2140-ig. Tehát ez már előre be van építve a protokollba, és azért nagyon fontos, mert például, hogyha az arany mellé tesszük ott, és az van, hogy a véges a készlet, bár nem igazán tudjuk, hogy mennyi arany van a földben, mert mindig jön egy újabb technológia, hogy ja, hát még azt is ki tudjuk bányászni, de a lényeg az, hogy itt konkrétan tudjuk szemben mondjuk a fiat pénzekkel, amint előbb mondottam, annyi készül, amennyit éppen szeretnének. A másik meg az, ami nagyon fontos, hogy egy digitális világban élünk, tehát nyilván az internet elterjedésével a 90-es évek óta egy teljesen új világ született,
és innentől kezdve az életstílusunk is megváltozott. Tehát gondoljatok bele, hogy nyilván még van készpénz, de igazából már mindenhova mész, és a kártyáddal fizetsz, telefonoddal, óráddal, ki mivel szeretne, de már egyre kevésbé használod a készpénzt. Tehát a hagyományos rendszer kicsit kezd elavult lenni. Mindenképpen a bitcoin vagy más kriptovaluták viszont abszolút ezt a tempót sokkal jobban egyébként kiszolgálják. És a lényeg az, hogy ha belegondoltok, akkor szinte mindig online vagyunk. Tehát tényleg mondjuk a vacsoránál, mondjuk a családdal ülsz, akkor azt mondod, hogy offline vagy, de hogyha megtanultad kisújjal pörgetni a telefonodat vacsora közben, akkor még akkor is online. Tehát a lényeg az, hogy igazából a számítógép előtt, az autódban, a telefonodnál állandóan ugye ebben a világban vagy, és utána jönnek most már ezek a metaverzumok, amik még ki tudja, mit hoznak ugye a számunkra. És az nagyon érdekes dolog, hogy ha belegondoltok, az aranynak egy több ezer éves történelme van, míg a bitcoin nagyságrendileg most plusz-minusz, mert attól függ, hogy hol van az ára, de nagyjából már most 13 év alatt az aranynak a piaci kapitalizációjának a 10%-át, de most egy picit kevesebb egyébként, már most már lefedi. A másik az, hogy gondoljatok bele, hogy ugye keressük az alternatívákat, például a nemesfémek, hogy akkor tök jó, hogy akkor tényleg ilyen aranylapocskák, és egyébként tényleg van benne ráció, mert egyébként azt mondom, hogy nem szabad egy lóra tenni, érdemes diversifikálni, átgondolni, hogy több mindenben legyünk, hiszen nem tudjuk a jövőt, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. A bitcoin esetében viszont a mobilitást érdemes kihangsúlyozni. Tehát tételezzük fel, hogy megtörténik az, mint az 1930-as években az Amerikában, akkor azt mondták, hogy tudjátok mit, szolgáltassátok be az aranyat, bűn aranyat tartani magánembernek, és kötelező volt beadni, mert különben lecsuktak. Most ott állsz, hogy akkor eddig elástam a kert, de most akkor mi lesz, be kell szolgáltatni, hogy lecsuknak. Hát akkor majd menekülünk, határt lépünk, neki megyünk a fénydetektornak, és onnantól kezdve lekapcsolnak minket. Na jó, akkor ezt nem tudom megcsinálni, viszont a bitcoinnál nem kell más tenned, mert ezeket tudod őrizni igazából ilyen offline pénztárcáknak hívják, hardware walleteknek. Az a lényeg az egésznek, hogy online nem tárolnád a bitcoint, én azt mondanám, sokan tárolják váltókon, online pénztárcában, de azért ott tudjátok, hogy a hackereknek ki vagytok szolgáltatva, tehát ott nem a bitcoin rendszerén működik a dolog, vagy más kriptovaluták, hanem az adott online tárca milyen védelmi rendszerrel rendelkezik. És hogyha ők azért nem gondoltak, mert csak úgy jó ötletnek találták, hogy ez jó biznisz lesz, akkor lehet, hogy simán feltörik, és onnantól kezdve ugye kinyitották Pandora szerencéjét. Viszont, hogyha mondjuk egy hardware walletbe tartod, például a Ledger, meg több ilyen is van, akkor egyszerűen fogod, ennek egy 24 szavas visszaállító kulcsa van, ezt megjegyzed, nem tudom, versbe foglalod, valamit kitalálsz, és utána ezzel mondjuk megpróbálod a határlépést, üres zsebekkel, semmi nem csipog be, tökéletes. Átmész egy olyan országba, ahol welcome bitcoin, mit tudom én, Dubaj vagy bárhol, és ott vásárolsz egy ilyet a boltban, a 24 szóból ezt visszaállítod, és a vagyonoddal már rendelkezel, és folytathatod az életedet. Nem tudtak beleszólni, nincsen egy főkapcsolója a bitcoinnak, hogy itt kell kérem lekapcsolni, és kész, ennyi volt. Míg, hogyha belegondoltok abba, például most nemrégen Kanadában volt az, hogy sztrájkoltak, hogy mégse kéne ez az oltás történet, és akkor mit csináltak? Az volt, hogy jó, akik részt vesznek ebben, azoknak a bankszámláját zárolják. Vagy nézzétek meg most éppenséggel a háborús helyzetet, oroszországi szankciók. Tudjuk jól, hogy van egy pár ember, aki úgy döntött, hogy legyen háború. De ez nem az a 150 millió ember egyesével, aki éppen Oroszországban van. Tehát ott rengeteg ártatlan áldozata van ennek, akik éppen őket korlátozva vannak. Ugyanakkor Ukrajnánál is ott vagyunk, hogy hát ők is úgy kapták maguknak, de onnantól kezdve bombázzák őket, és most már igencsak rossz helyzetben vannak. Szóval a lényeg az, hogy nem válogatunk bőrszínre, nemre, országra, származásra, a kriptó mindenki számára elérhető, és hogyha az adott országban azt még mondjuk tiltják is valahogy, mert azt mondják, hogy nem engedik őket, mit tudom, azokra az adott váltókra föllépni, mint a Binance, vagy bármi ilyesmi, akkor is meg tudják azt csinálni, hogy peer-to-peer, tehát felhasználó és felhasználó között tudsz bitcoint küldeni egy közvetítő személy nélkül. Tehát nincsen szükséged egy bankra, mert a bitcoin, így hívják ezt, angolul hülye hangzik egyébként a magyarra fordított, hogy trustless system, tehát hogy egy bizalom nélküli rendszer, mert ugye a bankra azért van szükséged, mert az a másik, aki mondjuk tőled rendeli a webshopba azt a dolgot, nem bízol benne, hogy most kifizeti, ő nem bízik benned, hogy te egyáltalán elküldöd neki, viszont mindannyian bízunk a bankban, tök jó, hogy oda bekerül a pénz, akkor biztos, hogy az megérkezett, ott van, én meg akkor tudom, hogy akkor tudják, hogy biztosan el lesz küldve az a dolog.
De a Bitcoinnál nincsen erre szükség, nincsen szükség ugye közvetítőre. És ugye itt van az, hogy bármelyik országban szabadabb lehetsz, ugye el tudsz indulni. Szóval direkt nem akartam visszamenni itt most 2009-ig, hogy hogyan állt a Bitcoinnak az árfolyama, mert akkor az nagyon könnyű mondani, hogy látod milyen kicsi volt, most milyen nagy. Nem. De ha visszamenjünk 3 évet, akkor az jól mutatja azt, hogy a Bitcoin 2020 áprilisában azt lehet látni, addig dumálok, míg kiolvasom valahogy. Szóval 7679 dolláron volt, de egyébként ezt betippelhettem volna. Aztán utána lehetett látni, hogy egy évvel később már 49 ezeren, ugyanaz április, és most megint 39 ezeren van. Tehát nem igaz az, hogy most akkor minden évben itt csak felfelé. Viszont, hogyha kizomulunk egy kicsit jobban, 2013 az első ilyen kitörés, aztán 2017-ben volt egy ilyen nagyobb megugrás, aztán jött egy medvés időszak, és ugye tudjuk jól, hogy 2020 után kapott újabb lendületet, 2020 decemberében elérte a régi csúcsot, a 20 000-es szintet, amit 17-ben ért el, és utána a 2021 áprilisában lett 64-65 ezer környéke, majd múlt év novemberében az eddigi csúcs 69 ezer környéke. Tehát lehet látni, hogy igencsak volatilis, de ha összekötöd, és tök mindegy, hogy 2 éve fektettél bele, 3 éve, 5 éve, mindig följebb vagy. Ha rövidebb időszakokat nézel, akkor viszont biztos, hogy például most is, aki nagyon sokan a hype-nál vásárol, hogy akkor na novemberben most mindenki vesz, tehát amikor már a buszsofőr is azt mondja, hogy én ott hagyom a BKV-t, megyünk bitcoint venni, na akkor kezdesz el gondolkodni, hogy akkor jó, akkor most kéne eladni. De mindig vannak visszatérő részek egyébként, és nagyon fontos, hogy ugye azért most a sok szempontból is a változások korát éljük. 2020 előtt főleg arról volt szó, hogy a bitcoin egy csalás. Ha megnézitek, 2017-ben a JP Morgan még azt mondta az alkalmazottainak, hogyha megtudom, hogy bármelyik őtök is itt promotálja akár a bitcoint az ügyfeleknek, ki van rúgva. Aztán látjuk, hogy a JP Morgan most már ott van a Decentraland metaverzumában, és egyébként kriptószolgáltatásokat szeretne indítani mindent, tehát igazából változnak az idők, és ők bizony nagyon gerincesek, tehát ennek megfelelően ők is. Aztán 2020 volt az az év, amikor megjelentek az intézményi befektetők. Michael Saylorral az élen, aki az ügyvezetője a MicroStrategy-nek. Ő volt az, aki azt mondta 2020 augusztus és szeptemberében, hogy nagyon komoly, több millió dolláros befektetést cég részről. Itt felkapták az emberek a fejüket, hogy normális vagy céges pénzt beletenni bitcoinba. De aztán jött Elon Musk, aki egyébként is szeret twittelni, de a lényeg, most meg már megteheti, mert az övé, de a lényeg az, hogy ő pedig azt mondta 2021. januárjában, hogy 1,5 milliárd dollárt tegyünk rá a bitcoinra. Azt mondták az emberek, nem igaz, hát az Elon is ezt csinálja. Na és akkor így beindul ez a spirál, hogy egyre több cég úgy gondolja, hogy igen, akkor lehet, hogy eddig úgy néztünk ki, hogy hát talán most azt mondjuk, hogy lát valami százalékot tegyünk bele, mert jól nézünk itt mi a KP-val, csak percről-percre kevesebbet ér. Jó ez az aranyfedezet is, de hát azért nem tudsz még egy olyan eszközt mondani, ami így vizsgázott az elmúlt évek folyamán, mint a bitcoin. Akkor is benne vannak ezek a bizonyos volatilitások. És utána 2021-től meg olyan érdekes dolog jött, hogy akkor már ne arról beszéljünk, most Kínát felejtsük el egy picit, mert ők egy kicsit másképp gondolkodnak, de hogy ne arról beszéljünk, hogy akkor betiltsuk, hanem beszéljünk arról, hogy hogyan szabályozzuk. De az én olvasatomban, hogyha már valamit nagyon szabályozni akarsz, akkor egy, rájöttél arra, hogy nem tudom kikapcsolni. Kettő, nekem is ebből meg kéne gazdagodni, nem csak a többieknek. Tehát alakítsuk jól a szabályokat. Tehát tisztában kell lennünk, hogy onnantól is szabályozzuk, bizonyos dolgokat az ős kriptósoknak is fel kell adni, hogy én ez a szabadság, nem fogsz így működni, le kell majd adózni, egy idő után majd szerintem minden ilyen bitcoin címet majd be kell valahogy azonosítani, ez a KYC-vel, hogy tudni kell, hogy ki van igazából mögötte, de ugyanakkor meg lesz a lehetőséged, hogy van egy olyan rendszer, amit nem tudnak lekapcsolni, és igazából lehet, hogy látják a pénzedet, de igazából nem tudnak vele mit csinálni. Szóval azért el kell, tehát mind a két oldalról kell világítani, muszáj objektíven közelíteni, nem szabad elfogultnak lenni, tehát lehet látni, hogy mik a tények. És ott van 2021, szeptembere, ilyet se hallottunk előtte, El Salvador, nem mondom, hogy a világ legnagyobb országa, de minden esetre úgy gondolta, hogy akkor ők hivatalos fizetőeszközzé teszik a bitcoint. És kéthetes hír, hogy egy másik gigaország, a Közép-Afrikai Köztársaság, most találtam meg először a térképen, mindegy, szóval a lényeg az, hogy ők is azt mondták, hogy hajrá bitcoin, tehát már a második,
És hát nyilván először a fejlődő országok, akinek konkrétan nincs vesztenivalójuk, tehát hogy legyen valami. De innentől kezdve elindultak, mert hogyha megnézed, hogy hogy élsz Venezuelában, ahol tényleg azon gondolkozol, hogy a talicskás áll a legjobban ott, mert annyi talicskát adni, hogy talicskával viszik a pénzt. Tehát, hogy azt kell venni, abban van a biznisz. Aztán ott adtuk, hogy a Törökországban élnél, mondjuk nincs is annyira messze tőlünk idézőjelben, akkor 2021-ben azzal szembesültél, hogy a török líra januártól decemberig 50%-ot értéktelenedett. Gondold bele, ott állsz, hogy megveszem, hát már 10 éve gyűjtök erre a lakásra, van az 20 is, repül az idő, de a lényeg az, hogy megveszem ezt a lakást, majd év végén. Kicsit még hozzágyűjtök. Megjön az év vége, meg a boldogság pillanata a szívedben, hogy akkor megveszem, és akkor szembesülsz az árakkal, hogy mi van? Török lírába tartottam a pénzemet, mert készen álltam, hogy ezt megvegyem ezt az ingatlant, de hát már nem tudom megvenni, mert hogy 50%. És akkor még mondhatnád Zimbabvét, mondhatod még Argentinát, és egyre jobban sorakoznak fel az országok. És ott van a tartalékvaluta az USA-ban, a nagy, könyörgöm, most is 8,5%-ot tudott ő is inflációban nyomni. Tehát ő hozzá kapaszkodunk. Ha a japán jent nézitek meg, az nem tudom én, ott márciusban, 110 dollár körül volt, most meg már 130 valahány dolláron van, az USA dollárhoz képest, ami szintén ugyanúgy megy le. Ha megnézel a Fed indulásától kezdve az USA dollár, vásárló értéke 98%-ot esett 1913 óta. És nem tudom, hogy ez hol fordul igazából, hogy őszinte legyek. És a technológiai adaptációs görbe, szóval a lényeg az, hogy azt látjátok a képen, hogy van a fehér vonal, a távülőknek mondom, hogy van egy fehér vonalunk, az nem más, mint az internetnek a vad vágtázása egy 14 éves intervallumban, egészen pontosan 1992-től 2006-ig, jó? Tehát az a szám. Fogtunk a Bitcoinnál is egy 14 éves fejlődési időszakot, amit 2016-tól datálunk direkt, tehát mi egyiket sem a legelejétől kezdjük, és azt látod, hogy a narancssárga, stílszerűen, a Bitcoinnak a görbéje, és azt látjuk, hogy ebben a 14 év alatt is nyilván ez most némi jóslat is van ebben, de ott van, hogy az internet az 1 milliárd felhasználót 14 év alatt érte el 2006-ban. A Bitcoin a mostani növekedésével, és nyilván ebben van azért persze kalkuláció is, ez alatt a 14 év alatt 2030-ra, mert alól 2016-tól 2030-ig van a Bitcoinnak a vonala, durván 3,7 milliárd emberhez kerülhet így el, hogy van neki tárcája, felhasználatja. Ami, hogyha azt nézzük, hogy jelenleg a lakosság 7,9, közel 8 milliárd a Földön, akkor azért egy igencsak jelentős szám, nyilván addigra természetesen többen lesznek. Tehát még egyetlen egy technológiai adaptációt sem láttunk ilyen iramban fejlődni, mint a Bitcoinét látjuk, és itt például az internettel van ugye összehasonlítva. Na de, ugye, ha digitalizáció, akkor azt mondhatjuk, hogy jó, hát már ők is gondolkoznak, akik itt a centralizált rendszert csinálják. Törd a fejed, mit hogy csináljuk digitálisan. Megvan. CBDC lesz, ebben Kína a digitális yuanban élen járó, ők nagyon dolgoznak rajta. Ez nem más, mint a Central Bank Digital Currency, azaz a központi bank által kibocsátott digitális valuta. Magyarul ők is megcsinálják a saját kis verziójukat, semmi köze a blokklánchoz és ehhez a történethez. Ugyanis marad, mint a nevében is van, hogy centralizált. És akkor egy kicsit játszunk el a fantáziával, hogy mi történik akkor, hogyha a mi pénzünk, ami fölött egyébként is így nyomtatják, így uralkodnak, bekerül egy centralizált digitális rendszerbe. Képzeld el, oké, jön a reklámszöveg, hogy akkor megmentettünk 2 darab őserdőt, mert ugye nem nyomtatjuk a pénzt, de ha azt fogják mondani, először úgy indulunk, hogy legyen a készpénz mellett, hogy ez milyen jól mutat. Aztán nyilván abba az irányba megyünk, hogy legyen csak digitális verzióban, meg hogy könnyű tárolni, mert hogy akkor milyen praktikus, szuper. Mindenki azt mondja, hogy jó. Sőt, még el lehet képzelni, hogy lehet, hogy egy idővel azt is mondják, hogy ha át szeretnéd váltani digitális valutára, még valami plusz százalékot is kapsz. Az jobban kamatozik. Mindegy, elhúzzák a mézes madzagot, és utána az egész, ugye a világ minden pénze, és ez pár év igazából, bekerülhet ebbe a adott központi bank által kibocsátott ugye, digitális rendszerbe. Innentől kezdve gondolj be, hogy nem létezik a párnádban pénz, nem tudsz semmit úgymond félretenni, ami van, az ott van. Na innentől kezdve menj el egy rossz tüntetésre, vagy kitalálják azt, jó társágnak mondok, hogy szeretnek bulizni az egyetemen, hogy mondjuk éjjel kettő után
nem kéne bulizni, túl hangosan épp, nem jó. Akkor egyszerűen programozhatóvá teszik, hogy éjjel kettő után a bárokban nem fogadható el a CBDC. Hát akkor fizetek készpénzzel, ja, az nincs, hát akkor nem fizetek. Akkor nem iszunk, nem iszunk. Tehát akkor ez így néz ki. Innentől kezdve azt lehet tudni, hogy a kontrollt tényleg átadjuk az ő kezükbe, és igazából nincsenek alternatívák olyan szempontból, hogy ebbe az irányba megyünk. Nem vagyok jövőlátó, nem tudom 100% előre a lépéseket, a dátumokat, de azt már észrevettük, hogy nem a mi érdekeink vannak képviselve. És innentől kezdve viszont, ugye a bitcoin nem olyan dolog lesz, hogy tök gizda, mert van Satoshi, mert ugye azért egy bitcoint venni az most már igencsak kihívás, azért 13-4 millió forintot egy ilyen valamiben belefektetni, de szerencsére van ennek a filler verziója a Satoshi, 100 millió Satoshi egy bitcoin, tehát ugye ezért lehet nem azon, hogy csak egy bitcoint vehetek, hanem 10.000 forintért is vehetsz Satoshit, és akkor így szépen gyűjtögetheted magadnak, ha szeretnéd. De ugye, amit én itt elmondok, ez nem tanácsadás, ez ilyen szempontból csak szeretnék rávilágítani a dolgokra. A kriptóban az a jó egyébként, hogy mindenki magának dönti el. Tehát régen az volt a tőzsdénél, hogy a brókerem az egy állat, tehát ezt így elrontani és ekkorát bukni, akkor ment a másik, hogy a haverom mondta, hogy vegyek, nagyot buktunk, ha én egyszer elkapom ezt a srácot. Most azon ott állunk, hogy igazából te vagy az, akinek a felelőssége utána járni, képezni magad, és nem kell, hogy a bank fogja a kezedet. Te saját magad fölmehetsz egy váltóra, megvásárolhatod a kriptovalutádat, és te fogod meghozni a döntést. És ha elkottáztad, elbuktad, elrontottad, akkor igazából csak te felelsz érte. Tehát ez a nehéz része is a dolognak, kell vállalni a felelősséget, hogy én voltam akkor a hülye, hogyha nem tudom, rámentem a nem tudom melyik shitcoinra, és azt mondtam, hogy jó, hát ebből meg lesz a lambó, milyen lambó, két lambó, nem lambó, és akkor így mész tovább. Szóval azért tényleg ez történik, hogy megnézed a sikersztorikat. Ha megvannak a sikersztorik, akkor hát nem azt reklámozzák, hogy egy srác hogy bukta el az összes vagyonát, tehogy is. Azt reklámozzák, hogy nézve, hogy ő hogy meggazdagodott, neki már még nagyobb YouTube csatornája van, és nem tudom én milyen. És hát azt mondod, hogy ez csak így lehet. És miért ne legyek én a kiválasztott? Ott állsz a kék és a piros bogyó előtt, hogy melyiket kapjad be, de végig is tök mindegy, mert hogyha nem képzeld magad, nem tanulsz, akkor elmentél kaszinózni. Tehát, hogy gondolj bele, ez tényleg úgy néz ki, hogy nem értesz a kriptóhoz, van több mint 10 000 kriptovaluta, hát a bitcoinba teszek, duplázok. Na most, hogyha a havi zseppénzt megduplázom, ez nem váltja meg az életemet. Oké, hát akkor rizikózzunk, akkor veszek egy olyat, ami nagyon kicsi, mert az biztos nagyot megy. Nem feltétlen azért, mert hát lehet, hogy éppen a cég bukdácsol, de te nagyon látod benne a fantáziát, te vagy az egyedül, aki hisz benne, meg a vezetők, hogy akkor remélem, te alább hiszel benne. És innentől kezdve rátolod all in, és komolyan mondom, aki először bukik a kriptóban, az kicsit kezén tartja a sors. Mert hogyha először nagyot nyersz, hát akkor megjön az önbizalom. Hát azt mondod, akkor nézzük meg, mi van még ebbe a fiókba, ezt is ráteszem. Jó, mert ez múltkor is, mit kell stresszelni, nem érted? Diagramot elem, ez a hülye. Na, fogod magad, ráteszed azt is, megpörgeted a roulette kereket. Óli, nagyon jól sikerült. Apám, hol szólok a haveroknak, együtt csináljuk már. Hát innentől kezdve null stratégiával ez úgy fog kinézni, hogy ez a nagyszámok törvénye, a szerencsésebb vagy, akkor akár 5 nyerésig is eljuthatsz, de eszed ágába se lesz kivenni. 2017-ben azok az emberek, akik ugye szépen felment akkor ott a nagy felfutása a bitcoinnak 20 000 dollárig, a többség bukott. A legjobban mikor szálltak ki? 2020-ban a pandémiás helyzetnél, amikor azt mondták, hogy az én szívem meg anyám szívem már nem bírja el ezt a 3000-es szintet, ahova leestünk, és igazából onnantól mentünk felfelé, de ott senkinek sincs kedve beszállni, mert mi van, ha megint bukunk? De amikor már tényleg lehozzák a hírek, hogy stabil a bitcoin, most már 40, már 50 000-en van, akkor azt mondod, hogy mikor volt az, most lesz jó. És beszállsz valahol a csúcson, vagy a csúcs előtt egy lépéssel. Szóval egyébként így megyünk fölfelé, nem tudom, hogy ezért hullámvasútnak hívom egyébként tényleg, tehát hogy mész fölfelé meredeken, mindenki baromi boldog, hát tudod, van ez a FOMO érzés, hogy jók vagyunk, megcsináljunk, neked milyen lambód lesz, nekem milyen lambom lesz, mész fölfelé, te jussz az első sorba itt a hullámvasúton, megérkeztek fölülről a tetőre, te már látod, hogy ez szarul néz ki, de a mögötted lévő kettővel baromi nem látja, és megkérdezett tőle, hogy szerinted tartsam? Tartsad! Na, hát akkor tartod tovább. Innentől kezdve
megindul lefelé a hullámvasút, mert előbb-utóbb megindul, tehát ez így működik, tehát hogy aki tőzsdézett, ez ugyanaz, egy beszpírezett tőzsde, gondoljatok így a bitcoinra, tehát innentől kezdve úgy néz ki, hogy ez sokkal volatilisebb, gyorsabban megy, de ugyanazt csinálja, tehát fölmegy, lemegy, lemegy, felmegy, tehát nincs ebben egyébként ilyen ördöngőség, mondják azt, hogy ez könnyű is csinálni, persze tud, hogy mikor megy föl, meg tud, hogy mikor megy le, senki nem tudja. Fordul a helyzet, mutatom, mész le, így mész le ez erre lefelé. Tényleg úgy érzed, hogy a golyóid a nyakadban vannak, már olyan sebességgel mész. Engem egyszer gyerekkoromban karate táborban tökön rúgtak, mutatom, ezt tudom tartani nagyon sokáig, baromi szarérzés, pont ilyen az, amikor a kriptó is egyébként esik. És nem tudod, hogy ilyen, mi fog akkor történni. Jön a pánik, jön az, hogy hát akkor most mit csináljak, a biztos visszamegy. Vissza fog ez venni, hát holnap jó lesz, alszunk egyet, kialussza magát a bitcoin, kialszom magam én is, nagyon jó lesz, és akkor innentől kezdve újult erővel, hogy szépen elindul fölfelé. Majd megnyitod azt a szerencsétlen portfóliódat, és kigűvett szemekkel nézed, hogy ez tudott rosszabbat is, mint tegnap, még jobban megy lefele, mert a bitcoin, és az egyéb, és az altok. Hát az altok annyit tanultak a bitcoint, hogy ezt hogy kell még keményebben csinálni. Na ők aztán úgy mennek lefelé, hogy a bitcoin csak pislog. Tehát igen, ő volt a Ferrari, most ők a Ferrari, lefelé és felfelé menet is. Na innentől kezdve, ugye megy ez a hezitálás, és amikor már nagyon lent vagy, tehát konkrétan már látod a talajt, mint az ejtőernyős az utolsó 10 méteren, én kiszállok. Hát én megmentem ezt a 10 forintot, ami még megmaradt. Igaz, hogy 1 milliárd buktam, de nem baj, ez a 10 ez megmarad, és ez már jó lesz a végén valamire. Kiveszed ezt a 10 forintot, nyugtázod, hogy az a hülye meg az egészet elbukta, és utána meg fordul az egész, mert előbb-utóbb fordul, és akkor elindul fölfelé. Na most ott állsz a 10 forinttal, hogy hát én ebből kimaradtam. De nem baj, majd valahol beszállsz fönt, és akkor kezdődik el az egész előről. Tehát csak arra akartam rávilágítani ezzel, hogyha nem edukálod magad, nem tudatosítod ezeket a dolgok, ezek bizonyos értelemben tanulhatók, és nem az a feladat, hogy neked minden kereskedésed ilyen legyen, mert senkinek nincs kristálygömbje. Kerestem már az eBay-en, mindenhol nincs ilyen. Szóval a lényeg az, hogy muszáj arra gyúrnod, hogy a többsége a kereskedésednek pluszba legyen, a kisebb része bukásban, és akkor hosszú távon tök jó vagy. De olyan nincs, hogy csak sikerek vannak, mert egyszerűen nem úgy működik a piac. Miért? Van ez a angolul, ez a jó kifejezés, a Black Swan Event, magyarul nem használjuk ezt a fekete hattyú esemény, de mindegy, a lényeg, amikor nem tudod előre kiszámítani. Ilyen volt a 2008-as Lehman Brothers, mert hogy az átlag nem tudja kiszámítani előre. Ilyen volt a pandémiás helyzet, mindenki csak kapaszkodott. Tehát nyilván lehet diagramokat elemezgetni, és lehet nézegetni a különböző támasz és ellenállási pontokat, de igazából, ha jön egy ilyen váratlan helyzet, tök mindegy, hogy éppen fejvágy alakzat, vagy éppen mit néztél meg, az onnantól kezdve felül van írva, és ezt nem lehet előre kiszámolni. Ezért, és ez megint nem tanácsadás, csak a tény, hogyha felfelé menet, azért gondolsz arra, hogy vegyél ki egy kicsit folyamatosan, mert senkit nem rúgtak ki még azért a Wall Street-en, hogy profitot vett ki, és lefelé, amikor már jól lefelé, akkor gondolkozol azon, hogy olyan kriptovalutáról, amiben hiszel, tehát nem megint valami shitcoinok lehet, hogy túl se éli, hogy talán el kéne kezdeni óvatosan, fokozatosan beszállni, akkor lehet egy jó átlagod. De azért ezt tudjuk, hogy ennél sokkal összetettebb ez az egész dolog ennél. Na nézzük, hogy bitcoin jövője. Jó, hát ezt elmondtam, hogy senki nem tudja, mi lehet számítani, de azok a kedvenc kérdés, hogy mindig megkérdezik tőlem, hogy szerint a Attila 5000-en vegyek még bitcoint, 20000-en vegyek. Nem tudom, vegyél, ne vegyél, hát ezt mindenki magának döntse el. Eddigi példa azt mutatja, hogy megérte mindig belépni, mert aki a mega loser volt 2017-ben, és kifogta azt a napot, amikor 20000 a bitcoin, akkor azt mondta, én bemegyek, én beteszem, és a másnap buktunk. 3 évig tartotta, és 3-szorozott. Igazából nem nagyon tudok más olyan eszközre rámutatni, hogy ezt tudta volna csinálni, de igazából ezt mindenkinek magának kell saját felelősségre, mert a te pénzedről van szó. Mit tudsz csinálni? Képezni tudod magad, hogy képben legyél. Tényleg az a lényeg, hogy tudd éppen, mi történik a piacon. Ez olyan gyorsan változó piac, ha csak megnézed a metaverzumokat, az NFT-ket, hol voltak ezek évekkel ezelőtt, hogy így hype-oltuk őket. Nem volt ilyen. Nagyon rapid módon változik, tehát tényleg figyelni kell. Ha utálod ezt csinálni, tényleg nem ér annyit. Tehát egy, halálra stresszeled magad, kettő, unod ezt az egészet. De aki szereti, én ilyen vagyok, engem érdekel ez a történet, nagyon klassznak tartom, ami itt folyik, és szeretnék ennek a részese lenni. Ha megvan ez a szenvedély, ez a kémia, ezzel az egész kriptó blokklánc történettel, akkor szerintem érdemes elgondolkozni. Aztán ne kapkodj!
Mert mindig az van, hogy na jó, hát jó, akkor most beszállok, akkor beteszem ezt a pénzt, és akkor utána meggazdagszunk. Igen ám, de megy még lejjebb. Hát most pár hét ezelőtt 40-valány ezeren volt a bitcoin, és ha most elindultunk fölfelé, hát akkor elindultunk fölfelé, le fogok maradni, szálljunk be. Aztán ma már néztük 38 ezeren is a bitcoint. Ha mindent egyre ellősz, akkor onnantól kezdve nincsenek lehetőségeid újabbakat kihasználni. És mint mondtam, ami fölmegy, egyszer majd le is megy. Nyilván nem oda kell őt visszavárni, ahol nem tudom én 10 éve volt, de azért a ritmus ennek azért bizonyos értelemben megvan. És azért, hogy az érzelmeid befolyásoljanak, mert van ez a Fear and Greed Index, de a lényeg az, hogy most éppen nyilván a Fear kategóriában vagyunk, két nap egy Extreme Fear volt, tehát meg a para, de a lényeg az, hogy ez van, hogy a piac befolyásol téged, amikor minden happy, amikor minden jó, akkor megyünk fölfelé, újabb rekordok vannak, nem tudjuk rosszként elképzelni. Aki még nem csinálta, nem tudja, de egyébként csupa jó hír, minden youtuber mosolyog, fülig ér a szája, vagányak vagyunk, csináljuk és tervezgetünk. Amikor pánik van, amikor a aranyára beesik, azt mondják, hogy jó vételi pozíció. Amikor egy jó részvény, az Apple, az Amazon, a Tesla beesik, jó vételi pozíció. Amikor a Bitcoin beesik, ugye megmondtam, hogy bedöglik az egész rendszer. Tehát, hogy ugye ez lesz, elbuktad az egész pénzedet, fordulnál kicsi empátiás érzés miatt a barátod irányába, hogy ugye segítesz nekem, hogy ha, én megmondtam. Tehát, hogy akkor még így beléd is szúrnak egyet. Na, így maradj erős és tart a pozíciódat. Hát nem könnyű. Szóval, aki nekem azt mondja, hogy na, ott majd lent kell venni, meg fent eladni, és akkor hát tudom, hogy így csináltad. Hát láttam, hát jó, figyelj, majd én is megpróbálom, csak most fáj a hátam. Tehát, hogy a lényeg az, hogy mindig lehet valami kifogást találni. És a stratégia azért kell, mert különben nem tudod, hogy mit miért csinálsz. Én nekem előre ki van találva, hogy vannak bizonyos pontok, ahogy megyünk felfelé, hogy én ott egy bizonyos mennyiséget, ha zöld el az ibolya, ha kék, tök mindegy. Én kiveszek, mert nem tudom, hogy mi lesz, én a tutira megyek. Ha viszont megyünk le, van egy pont, ahol eladok, mert azt már akkor nem várom meg, és vannak bizonyos pontok, amikor elkezdek már visszaszállni. Nem az lesz a legalja, de hogyha van egy tök jó átlagom, és mondjuk jelenleg 38 ezer a bitcoin, és valamiért hiszünk abban, ez neki magának döntse el, de aki hisz abban, hogy 100 vagy 200 ezer, vagy 300 ezer lehet x éven belül, direkt nem mondjuk dátumot, legyen 2025, legyen 30, tök mindegy. Ne kapaszkodjunk abba, hogy mikor, mert akkor nem lesz sikerélményed. Viszont, hogy abban hiszünk, hogy lehet, akkor meg nagyon jó vételi pozíció. De nem szabad szerintem minden patront ellőni. De mondom, ez nem tanácsadás, ez csak az én véleményem, ez a rész a dolognak. A másik az, hogy ne tegyél mindent föl egy lapra. Tehát tény, hogy a bitcoinnal az lesz, hogy hát nem fogsz ezer szerezni, tehát hogy ez jól hangzik, de akkor osztál fel úgy egy portfóliót, hogy legyen a bitcoinban egy erősebb pozíciód, most ez is mondjuk egy számot mondok, direkt senkinek paszkodjon ebbe, de a legalább a portfóliót 50%-a bitcoin, Ethereum, ez a két legnagyobb piaci kapitalizáció szerint. A nagyobbakat, a kisebb kockázattal járókat mondjuk egy x százalékig, és tényleg ez a kamikáze, az maradjon a portfóliód 5%-a, mert bármi történik vele, az lehet, hogy fölmegy százszorosra, de lehet, hogy el fog tűnni holnap. És akik azt megteszik, hogy akkor egy-két sikersztori van, de higgyétek el, a többség meg nem szokott velük azért jól járni. És legyél türelmes. Mert ugye ott tartunk, hogy mindenki azt mondja, hogy kriptó, amit be van szpidezve, megy föl le, gyors meggazdagodás. Igazából nem. Tehát ki kell várni, tehát sokszor sok ugye tőzsdei elemzőnek olvastam a könyvét, és nagyon sokszor ők azért nyertek, mert egy nagyon hosszú ideig készpénz pozíciót fogtak éppenséggel, és azt várták, hogy mikor van az a pillanat. És ez nem minden nap van, tehát nem kell, hogy rajtad legyen az a kényszer, hogy ma is befektetek, holnap is, két napja nem fektetek be, erre már pirulát szerek, hogy ez valami elvonási tüneteim ne legyenek, és akkor utána legyen az, hogy akkor tényleg legyen már valami történjen. Nem, valamikor ki kell seggelni azokat a dolgokat, ki kell ülni, de valamiért mindent két perc alatt akarunk, tanulásban nem is fektetünk se időt, se energiát, és utána csodálkozunk, hogyha ugye nem jön össze a dolog. És a vége azért tettem, hogy a folyamatosan képezd magad, és ezzel is indítottam ezt a szlájdot, és ez soha ne álljon meg. De én ezt úgy gondolom, hogy az élet minden területére érvényes. Én évekkel ezelőtt kezdtem el azt magamnak, hogy megnéztem, hogy az emberek, akik sikeresek, azok milyen dolgokat csinálnak a nap folyamán. Ez is rájöttem, hogy kicsit korábban kéne kelni, az segített. Innentől kezdve nem egyik napról a másikra, mert én az voltam, aki sokat kell aludni. Tehát mondtam, hogy ha nincs meg az egészséges 9 órám, mint az egy kisgyereknek fél évesen, ezt én tartottam évekig, akkor nem lesz ez jó. Na rájöttem, hogy igazából 42 vagyok, erre már nincsen szükségem, de már pár éve sem volt. Ezen a héten is kiegyeznék, viszont
lefekszem aránylag korábban, viszont fél ötkor fölkelek minden nap. Miért? Mert rájöttem, hogy plusz két órát minimum tudok nyerni. Plusz két órán van, mire fölött tanulásra fogom ezt akkor, azzal fogom eltölteni. Az egy héten, ha csak a hét, mert hétvégén nem, hétvégén addig alszom, hogy akarok, pont csak amikor a gyerek rám nem ugrik hajnalba. De mindegy, szóval ez ugyanaz. De a lényeg az, hogy, az 10 óra egy héten, az 520 óra egy évben, nem fog tovább menni, ne aggódjatok. Szóval a lényeg az, hogy rengeteg idő ilyen, ami nagyon picinek tűnik akkor, hogy, kicsit, és azt csináltam, hogy elkezdtem folyamatosan évek kezdetben könyveket olvasni. Minimum már évek óta, minimum egy hét egy könyv. És akkor az legyen befektetés, legyen önfejlesztés, legyen az egészséged, mert épp testben, épp lélek, bármilyen is köszönj azért az alá, hogy ez így működik. És innentől kezdve tanulj mások hibáiból, és arra jöttem rá, hogy ezek a sok ember is így csinálja, hogy még többet kihoz igazából a napjából, és ez a része most nyilván nem a kriptóhoz tartozik, de ahhoz, hogy hogyan tudod elsajátítani azokat a dolgokat, hogy ezen a területen, vagy az élet bármely más területén sikeres legyél. És igazából a többség, higgyétek el, nem így gondolkozik, és aki ezt meg tudja valahogy változtatni, és ez csak az én meggyőződésem, az óriási előnybe kerül. És onnantól kezdve ráláthatsz olyan dolgokra, ami más éppen nem fog vele foglalkozni, mert benne van a mókuskerékben. Tehát kicsit kell kívülről is vizsgáljuk akkor magunkat. Na, ha én miben tudok segíteni, csak az, aki szeretné. Nyilván, tehát hogy ez semmi erőltetés nincs benne, de amikor én ezt az egész kriptózást 2017-ben elkezdtem, akkor arra jöttem rá, hogy évek alatt hát iszonyú munka volt ezt összegerebjézni, ezeket a tudásokat. Nem voltak magyar felületek, egy-egy szakdolgozatnak valami foszlánya volt, vagy itt-ott lehetett olvasni, nem voltak olyan YouTube csatornák. Ezért 2020 májusában, a halving napján elindítottam a saját YouTube csatornámat, kicsit szummázva azt, hogy több éves tapasztalatomat azokkal megosszam, akiket ez érdekel, ez a terület. És én azóta, ez visszanézhető a YouTube-on, minden hétköznap, most már közel két éve csinálok egy ilyen fél órás műsort, ami arról szól, hogy tényleg egy kis chartelemzés, utána a közepén a három legfontosabb hír, és amíg én egy kérdezfelelek, mert mindig vannak kérdések, és tök jó kérdések vannak. Lett azóta 26 ezer valamennyi feliratkozóm, ami tök jó, mert egy nagyon jó kis közösség alakult ki. És ez volt az én misszióm, gondoltam, hogy a saját befektetéseim és egyéb üzleteim mellett, akkor minden nap teszek egy 2-3 órát abba, hogy másokat is tudjak ezzel egy kicsit informálni. Aztán létrehoztam, amikor pár hónapja csináltam ezt a csatornát, egy ingyenes kurzust, amit egyébként meg is találtok, ami a honlapomon van, hát picit jó, tehát a blockchainbloom.com-on. Teljesen ingyenesen letöltheted, ha ebbe bele akarsz vágni, hogy mi ez a hardware tárca, bármi ilyesmi, csak alapmankókat adjon neked. És még mindig nem költöttél semmit, nem erről van szó. És utána el tudod dönteni, hogy igen, ez tetszik nekem, nem tetszik, ez nem én vagyok. És utána arra gondoltam, hogy mi lehet még a következő belépő, hogy ne legyen még mindig nagyon anyagi ráfordítás, és akkor így született meg múlt évben, a decemberében, novemberében a könyv, amit ott láttok, ami igazából nem csak egy könyv, hanem az három történet is, és tényleg úgy írtam meg, ahogy a címe is mondja, hogy kriptovalutákról érthetően mindenkinek, aki nulláról indul, és megértse ezt a rendszert, ennél bővebben, ahogy most elmondtam nyilván, hiszen a blokkláncról több mindenről beszélek ott még benne, tényleg nagyjából 160 oldalban, tehát 3 óra alatt kivégezhető. És van két dolog hozzá, mint látjátok, az első magyar könyvforrában a kriptó szótár, mert egy olyan nyelvezete van ennek a kriptónak, hogy meg kell valahogy érteni. Hát ha megnézel egy kriptós előadást, akkor néha úgy néz ki, hogy ha nem tudok angolul, akkor nem értem az egészet. És utána mellett van egy gyakorlati útmutató, ez a füzet, ami azt néz ki, hogy elolvastad a könyvet, érdekelne, de hol kezdjek, melyik váltó, hogyan kéne egyáltalán regisztrálni, mit kéne csinálni. És akkor tényleg azt gondoltam, hogy egyáltalán megfordul a fejébe, hogy kriptóba fektessen, az valamennyit beletesz, hiszen az Ethereum blokkláncon 13 ezer forint az valamikor egy tranzakciónak vagy két tranzakciónak felel meg, vagy egy swapra el tudod költeni, de ez mindenképpen ad neked egy alapot. És utána, aki éppen úgy érzi, magyar nyelven vannak különböző témákról fönt, az már pénzdíjas kurzusok, ha érdekel, blokklánc témakör, megérteni a bitcoinnak a működését, megérteni az NFT-k világát, külön egy stratégiai kurzus, külön, hogy hogyan kell elemezni kriptós grafikonokat, beszállás, kiszállás, támaszpontok, fejvállalakzat, és még sorolhatnám. És akkor még van a Patreon csoport, hardcore magoknak tényleg,
Ott viszont direkt arra megyek rá, hogy altcoin elemzések vannak, tehát hogy vannak olyan projektek, amiben én is fektetek, azt mindig megosztom veletek, és egy 15-20 perces videóban kielemzem ezeket, hogy miért. Tehát a csapat megvizsgálása, a white paper, tehát fundamentálisan is megnézze ezt a dolgot, nem azért, mert csak hype-olják, de vannak külföldi és magyar szakemberekkel interjúk, vannak oktató videók fönn, minden héten teszek fel anyagot, minden héten van egy elemzés, és nagyon fontos, hogy a blokklánc adatok alapján, tehát míg a tőzsdénél azt nézett, hogy éppen mi történik, a blokklánc minden adatot rögzít. Tehát centire lehet látni, hogy most eladnak mondjuk a bálnák, kiáramlás van a váltókról, tudod, hogy ebből tudsz következtetni, most ez történik a blokkláncon, hoppá, kiáramlás a váltókra, az azt jelenti, hogy tartják az emberek, nem, nagy beáramlás történik, fekete-fehéren ott vannak az adatok, hogy megy befele, ugye ez teljesen transzparens, lehet tudni, hogy eladás fog történni, esni fog a piac. Tehát, hogyha tudatosan nézed ezt az egészet, akkor sokkal jobban kiszámítható, mint mondjuk egy tőzsde, de nem 100%-ra, ez nagyon fontos. És hát, hogyha valaki nagyon megszól, és minden, akkor van egy személyes konzultációra is lehetőség, azt akkor e-mail címben tudjátok nekem akkor jelezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megtiszteltetek a figyelmetekkel, és hát nagyon remélem, hogy azért visszek haza innen hasznos információt. Köszönöm szépen!